centenárium, tegyen a román állam gesztusokat a kisebbségek felé, ezt kérte Benkő Erika a parlamentben. Biztosítás. Referencia árat kell közzétenniük a biztosítóknak, és könnyítették a kötelező gépjármű biztosítás érvényesítését. Vállalkozók. Indul a friss vállalkozásokat támogató program. Könnyítettek a feltételeken. Köszöntöm Önöket a híradóban. Itt az ideje, hogy Románia teljesítse a gyulafehérvári nyilatkozatban a kisebbségeknek tett ígéreteit, mondta el napirend előtti felszólalásában Benkő Erika, RMDS képviselő a parlament plénuma előtt. A politikus a közelgő centenárium kapcsán hangsúlyozta, hogy van még mit tennie az országnak a kisebbségvédelem kapcsán. Románia nagy ünnepség sorozattal készül az Erdéllyel való egyesülés 100. évfordulójára 2018-ban. Erre a készülésre reflektált Benkő Erika parlamenti képviselő napirend előtti felszólalásában. Elmondta, hogy a centenárium megünneplése elképzelhetetlen a kisebbségek kimaradásával. Eljött az idő, hogy Románia végre teljesítse az egyesülést kimondó gyulafehérvári nyilatkozatban a kisebbségeknek megfogalmazott ígéreteit. A centenárium egyfajta visszatekintés, egyfajta összegzés a mi közösségünk számára azzal kapcsolatosan, hogy a román állam hogyan viszonyult hozzánk az elmúlt 99 évben. És sajnos, hogyha visszatekintünk mindarra, ami ebben az időszakban történt, azt látjuk, hogy a gyulafehérvári ígéretek nem valósultak meg. Az évforduló jó alkalom lenne arra, hogy a román állam gesztusokat tegyen a kisebbségek irányába, tette hozzá a politikus. A magyaroknak érezniük kell, hogy Románia befogadóan viszonyul hozzájuk, és nem másodrendű állampolgárokként kezeli őket. Elkezdődött Kolozsváron a kontinens kisebbségi érdekvédelmi szervezeteit tömörítő Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN 62. kongresszusa. Központi témáit az anyanyelv használata, a kisebbségi kulturális hagyaték védelme, az európai autonómia megoldások, illetve a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezés képezik. A Minority Safe Pack érvényesítése érdekében 1 millió aláírást kell összegyűjteni legkevesebb 7 uniós tagállamból, az aláírásgyűjtés pedig itt indul el hivatalosan és szimbolikusan is. A kongresszuson részt vesz Navracsics Tibor, oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős európai biztos. Ő képviseli az Európai Bizottságot, miután az EB a luxemburgi bíróság döntését követően hatáskörébe tartozónak ismerte el, hogy a kisebbségek kérdésével foglalkozzon. A kongresszus házigazdája a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Ma is folytatottak országszerte a pénzügyi és közalkalmazottak spontán tüntetései. A pénzügyminiszter időközben a sajtóban cáfolta a tüntetők panaszait. Az érintettek szerint viszont nem egyértelmű, mit is fog eredményezni az új bértörvénytervezet. A fizetéseiket féltik. Marosvásárhelyen már 3. napja az adóhivatal előtt töltik a munkanapjukat az elégedetlen közalkalmazottak. Teodorá Krisztina Négriá régiós szakszervezeti vezető szerint a felháborodásuk oka az, hogy más, csupán középiskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazottak nagyobb szorzót, és így nagyobb fizetést kapnak. Szerintük ez méltánytalan, tekintve, hogy az állami kasszába ő rajtuk keresztül áramlik a pénz. Nekünk nem más közalkalmazottakkal van bajunk, nem az ő munkájuk fontosságát kérdőjelezzük meg, nagyon jó, hogy ilyen nagy szorzóval rendelkeznek, de úgy gondoljuk, hogy mi a megítéltnél jóval nagyobbat érdemelnénk. Éppen ezért az a szakszervezet, amelyet képviselek, azt javasolja, hogy egy újabb fizetési rácsot hozzanak létre a számunkra, amelyben a koeficiensünk 2 és 5 között legyen, annak érdekében, hogy ez tükrözze a munkánk értékét. Mindeközben az ügyfelek csalódottan kell szembesüljenek azzal, hogy leállt a tevékenység az adóhivatalnál, senki nem foglalkozik az ügyeikkel. Engem személy szerint kényelmetlenül érint, mivel ma tervben volt az ügyintézés itt az adóhivatalnál, a sztrájk miatt viszont átszerveződik a programom. Várhatóan a következő napokban is dolguk végezte nélkül fognak távozni az adóhivataltól az ügyfelek, hiszen a tüntetők elszántak, addig sztrájkolnak, amíg megoldás nem születik az ügyre. Eközben rohamosan közeledik az adóbevallásuk határideje, május 25-e.
Vizsgálatot kezdeményez a magyarországi demokrácia és jogállamiság állapotáról az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen ma elfogadott határozat szerint súlyosan romlott a helyzet Magyarországon, ezért azt kérik, hogy az Európai Unió indítsa el az alapszerződés 7. cikkelye szerinti eljárást. Felszólítják a magyar kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a menedékkérőkkel és civil szervezetekkel kapcsolatos szabályokat szigorító törvényeket, és állapodjon meg az amerikai hatóságokkal a CEU ügyében. Felszólítják továbbá az Európai Bizottságot, hogy szigorúan ellenőrizze az uniós források magyar kormány általi felhasználását. A következő lépésben az EP Emberjogi Szakbizottsága véleményt készít elő, amelyről ismét szavaz a plénum. Ezt követően kerülhet az ügy az Európai Tanács elé, amely tárgyalást kezdeményez a magyar kormánnyal, de végső esetben minősített többséggel akár szankciókról is dönthet. A Fidesz-KDNP állásfoglalásban tiltakozott a döntés ellen, szerintük felháborító az EP baloldal által kezdeményezett határozata. Nagy többséggel fogadta el döntőházként a képviselőház a kötelező gépjármű felelősség biztosításokat szabályozó törvényt. A jogszabály a biztosítók és a fuvarozók között kipattant díjszabással kapcsolatos konfliktust hivatott szabályozni. Új jogszabályt fogadott el a parlament a kötelező gépjármű felelősség biztosításokról, miután lejárt a kormánynak a díjszabásokat korlátozó 6 hónapos moratóriuma. A biztosítók és a fuvarozók konfliktusát az váltotta ki, hogy a szállítók megfizethetetlenül magasnak tartották a díjakat. Az új törvény a biztosítási díjak ellenőrizhetetlen növekedését úgy próbálja korlátozni, hogy referenciára dolgoznak ki, amelyet a biztosító köteles az ügyfél tudomására hozni. A díjszabás lehet ennél alacsonyabb vagy magasabb is, és a járműtulajdonos dönti el, hogy melyiket választja. A hatékonyabb kárrendezést szolgálja egy további előírás is. Kötelezővé teszi a biztosítóknak, hogy felajánljanak egy olyan szolgáltatást, hogy a kárvallott ne várja meg a kárt okozó biztosítójának a kárrendezését, hanem fordulhat a saját biztosítójához is. Azért mondtam, hogy a biztosítónak kötelező, a biztosítottnak pedig opcionális. Tehát ha akarja, megvásárolja ezt a szolgáltatást. A biztosított úgy is dönthet, hogy nem vásárolja meg a többletkiadást jelentő szolgáltatást, akkor viszont meg kell várnia, amíg a károkozó biztosítója fizet. Ez azonban kockázatot rejt, ha az illető későn vagy rosszul fizető biztosító társaságnál kötötte meg a maga biztosítását, vagy esetleg nincs biztosítása. Marosvásárhelyen mutatta be a Startup Nation elnevezésű programot az üzleti környezetért, kereskedelemért és vállalkozásokért felelős minisztérium küldöttsége. A program várhatóan 2 héten belül rajtol, és az eredeti elképzeléshez képest könnyítettek a pályázási feltételeken is. Az úgynevezett Startup Nation Románia program keretében közel 50 ezer euróra, azaz 200 ezer lejre pályázhatnak a frissen bejegyzett vállalkozások. Konkrétan azok kaphatnak 100%-ban vissza nem térítendő támogatást, akik január 30-a után alapítottak vállalkozást. A program az elmúlt hónapokban számos módosításon ment át, ezek azonban csak egyszerűsítik a pályázási feltételeket, mondja Ilan Laufer. Kezdeti fázisban 2 munkahely teremtését és 3 évig való fenntartását írta elő. Most a január 30-a után létrejött cégekben 1 munkahelyet kell teremteni és 2 évig fenntartani. Legtöbb 200 ezer lejt lehet lehívni, a megvásárolt berendezéseket 3 évig kell fenntartani. Olyan költségeket, mint a bérek, fizetések eddig nem lehetett elkönyvelni. Most már ezt is lehetővé tettük. Nem pályázhatnak azok a cégvezetők, akik az elmúlt 3 évben ugyanazon a szakterületen működtettek vállalkozást, amelyre most ismét támogatást igényelnének. A program teljes egészében fedezi legtöbb 10 000 kis- és középvállalkozás támogatható költségeit. Ez a tervek szerint 20 ezer új munkahely létesítését eredményezi. És bár még nem rajtolt a program iránt, már óriási az érdeklődés a kezdő vállalkozók körében, mondja egy pályázatíró cégvezetője. Még dolgoznak rajta, ennek ellenére már nagyon sok helyen megjelent, hogy lesz. Az emberek, fiatalok többnyire már tudnak róla, várják ezt a programot, ezért igen, már kerestek meg több ötlettel, hogy szeretnének-e pályázni, és hogy beleférnek-e a program keretein belül, megvalósítható-e az a beruházás, amit szeretnének, vagy sem.
A pályázóknak egyébként 30 nap áll majd rendelkezésükre kizárólagosan online regisztrálni, és a támogatásokat nem az iratkozási sorrend, hanem az elért pontszám alapján ítélik oda. Több pontot szerez, aki fogyatékkal élő személyeket, frissen végzetteket vagy munkanélkülieket alkalmaz minél nagyobb számban. Továbbá előnyt jelentenek az IT, illetve a kutatási tevékenységek. Lejárt határidő és múzeumok éjszakája, nézzük, mi lesz még a folytatásban. Föld alapú támogatás. Kevesebben, de több területre kértek szubvenciót idén a kifizetési ügynökségeknél. Éjjel-nappal múzeum. 4 napos program kínálattal várja a látogatókat a múzeumok éjszakája Marosvásárhelyen. Nem tehetik már le az egységes mezőgazdasági támogatás kérelmeiket az arra jogosult gazdák. A határidő hétfőn járt le. Országos szinten a tavalyhoz képest kevesebben igényeltek támogatást, de nagyobb földterületekre tették le igényléseiket. A gazdák földalapú és állattenyésztési támogatást igényelhettek, a területalapú támogatások esetében az alaptámogatás mellett kérhették az újraosztott, a zöldítési és a fiatal gazdáknak járó támogatást is. Az állam a növénytermesztésre alkalmas szántóföldek mellett támogatja a hátrányos helyzetű hegyvidéki területek tulajdonosait. A kérelmek leadási határideje május 15-én járt le, de volt, aki lekéste a határidőt. Nagyon sajnálom, mert nehezen dolgozzuk meg a földeket, és a nyugdíj is alacsony. Ezekkel a papírokkal jöttem, amelyeket Nyárátszeded a polgármesteri hivatala állított ki, de itt közölték velem, hogy már elkéstem az igényléssel. Aki nem adta le időben támogatási igénylését, idén már nem teheti meg. Akik viszont május 15-ig benyújtották kérelmeiket, a hónap végéig még módosíthatják a kéréseiket. A megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségek összegzéséből kiderül, kevesen, de nagyobb területre kértek támogatást. Az idén átvettünk 25.955 kérést, ami 97,25% a tavalyi évhez képest. Tehát csökkent a gazdák száma, viszont a földterületeknél növekedés van. A tavaly 251.398 hektár volt, és az idén már 252.559 hektárra kértek támogatást, ami azt jelenti, hogy 100,46%-os teljesítmény van. Ez annak tudható be, hogy a kisgazdák vagy kiöregettek, tehát nem tettek le kérést, a nagyobb gazdák pedig átvették ezeket a területeket. Országos szinten egyébként közel 220 ezer hektárral több földterületre igényeltek támogatást a gazdák, mint egy évvel korábban. Enyedi Ildikó filmjét is levetítik a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az aranymedvedíjas alkotást most láthatja először a romániai közönség. A TIFF 16. kiadásán 53 ország 225 filmes felhozatalából válogathatnak a filmkedvelők. Elkezdődött a visszaszámlálás a TIFF-re, Románia legnagyobb filmes rendezvényére, amely idén június 2. és 11-e között zajlik Kolozsváron. A nagyszabású fesztivál részleteit ma ismertették a sajtó képviselőivel a szervezők. A TIFF idén nem csak a filmkedvelőknek nyújt ingyenségeket, hanem a filmipar számára is hangsúlyos kiadás lesz, fogalmazott Tudor Giorgio, a fesztivál elnöke. Egyike vagyunk annak a 10 fesztiválnak, amelynek az Európa Tanács 20 ezer eurós díjat bocsájt a rendelkezésére. Az Eurimázson keresztül a koprodukciós alapból ezzel Kolozsvárra mintegy 300 szakembert, gyártókat, forgalmazókat, rendezőket tudunk vonzani. A TIFF-en 27 új román filmet mutatnak be, ebből 5 nagy játékfilmnek ősbemutatója lesz a fesztiválon. A rendezvény idén is nagyon sokféle műfajt vonultat fel. A sokak által követett versenyfilmek mellett lesznek dokumentumfilmek, erotikus filmcsemegék, és kiemelt szerepet kap a romantikus komédia. Idén is a fesztivál része lesz a már hagyományos Magyar Nap. A Filmtettel együttműködésben 8 színvonalas magyar alkotást, 5 nagyjátékfilmet, 2 dokumentumfilmet és 1 Oscar-díjas kisjátékfilmet vetítenek. Idén is hívtunk egy csomó filmet, és ezeket kísérik a rendezők. Ugye Gigor Attila második játékfilmje, a Kut is látható lesz a rendező jelenlétében. Vranik Roland az Állampolgár című filmje is itt lesz, és ezt is elkíséri a rendező. Viszont a legnagyobb érdeklődésre számottevő film az valószínűleg a Testről és lélekről lesz. Enyedi Ildikó filmje, frissen berlini díjazott filmje, amely először lesz látható Romániában. Az évről évre növekvő rendezvény idén 15 helyszínen zajlik, mintegy 300 önkéntes bevonásával. A 16. TIFF-re közel 1200 külföldi és hazai meghívottat várnak.
4 napos lesz idén Marosvásárhelyen a Múzeumok Éjszakája köré szervezett rendezvénysorozat, amely csütörtök este startol. Koncertek, múzeumpedagógiai tevékenységek és egy különleges tárlat is várja a látogatókat. Az interaktív tevékenységek szervezői, valamint a kiállítók is részt vettek a Múzeum Éjszakája rendezvénysorozat programjainak ismertetőjén. A 4 nap alatt a Maros megyei múzeum kötelékébe tartozó kultúrpalota lesz az egyik fő helyszín. A Múzeumok Éjszakáját pénteken, május 19-én nyitjuk meg itt a kultúrpalotában. Az András Loránd Társulat, Koszorús Krisztina és a Tiberius Sextetnek lesz egy közös fellépése. Aztán pedig szombaton a Múzeumok Éjszakájának napján 11 órától hajnali 2-ig leszünk nyitva. Egy jelentős kiállítás érkezett el hozzánk a Budapesti Szépművészeti Múzeumtól. Ez az Icsi gyűjtemény, amely 44 festményt tartalmaz 16-17. Századból. A Budapesti Szépművészeti Múzeum Zicsi gyűjteményéből válogatott tárlat többek között Mária Teréziát, de németalföldi és magyar remekeket, különlegességeket is közel hozza a látogatókhoz, akik számára más jellegű rendezvényekkel is készülnek a szervezők. A múzeum pedagógiai tevékenységekre hívnám fel a figyelmet, hiszen nagyon sok helyszínen, Várban, Kultúrpalotában, Néprajzi Múzeumban, Természetrajzi Múzeumban lesznek ezek a tevékenységek. Különféle témában, kezdve a római kisiskolások tanításától egészen a mozaik készítésig, arcfestésig mindent megtalálhatnak az érdeklődők. És hát ezúttal is 2 nap érvényesek a karszallagok, szombat, vasárnap is. A Múzeumok Éjszakájának rendezvényeire a belépő a gyerekek, nyugdíjasok számára 3 lejbe, felnőtteknek 6 lejbe kerül, az Icsi gyűjteményt felárral 6 lejért lehet megtekinteni. A Magyar Zenefesztivál 13. kiadásával indul a Kodály év Bukarestben, a Balassi Intézet szervezésében. A fesztivál a bukaresti és romániai zenei élet kiemelkedő eseménye. Melinda áriáját adta elő Erkel Ferenc bánkbányából Simona Nicoletta Zsidveanu a Bukaresti Magyar Zenefesztiválon. Az énekesnő kihívásnak tekinti, hogy magyar nyelvű áriával bővítheti a repertoárját, ráadásul most, hogy megismerkedett a 19. századi magyar operairodalommal, még több magyar nyelvű áriát szeretne megtanulni. A magyar nyelvet mindig is nagyon muzikális nyelvnek tartottam, amely kiválóan elősegíti a hanglejtést, különösebb erőfeszítés nélkül. Természetesen időt vett fel a szöveg elsajátítása és bennem való leülepítése, hisz csodálatos romantikus zenéről van szó. A Balassi Intézet által szervezett fesztivál előválogató zsűrije idén 15 versenyszámban 20 versenyzőt juttatott döntőbe. Az időkorlát miatt sok esetben súlyoznia kellett a zsűrinek a több minőségi jelentkező között. Mondja Kósa András László, az intézet igazgatója, aki szerint a fesztivál fejlődése más szempontból is lemérhető. A fejlődés mibe fedezhető fel? Mégpedig abban, hogy míg az elején a klasszikusnak, vagy a nemzetközi szinten jól ismert zeneszerzőkről szól, Bartók Béla, Liszt Ferenc, és tulajdonképpen őket játszottak, és senki mást, az idén már olyan magyar zeneszerzők is, sőt mondhatom, az elmúlt években már olyan magyar zeneszerzők is megjelentek a repertoáron, akik kevésbé ismertek. A zsűri által kijelölt első 3 helyezett a Római Magyar Akadémián, a Bécsi Collegium Hungaricumban, illetve a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tarthat jutalomkoncertet, a közönség pedig a Bukaresti Magyar Intézet karácsonyi koncertjén hallgathatja meg ismét az általa legkiválóbbnak ítélt muzsikusokat. Futszál, jégkorong és úszás sporthírein következnek. Jelentős hátrányba került a bronzéremért folyó csatában a székelyudvarhelyi FK. A Szécsi Barnát nélkülöző és sérülés miatt nem teljes értékű Szőcs Lászlóval pályára lépő csapat a temesvári informatika otthonában 0-4-es vereséget szenvedett. Ha az udvarhelyiek csak helyzetekig jutottak el, a házigazda temesváriak a szünetig 2 gólos előnyre tettek szert.
Hosszú ideig úgy tűnt, hogy a visszavágóra behozható hátrányt sikerül megőrizni, azonban az utolsó 5 percben az informatika még kétszer betalált, nagyon megnehezítve Jakab Zoltán együttesének dolgát a második mérkőzésre, amelyet hétfőn 19 órától rendeznek a székelyudvarhelyi sportcsarnokban. Az FK-nak 5 góllal kell nyernie, hogy a dobogó 3. fokán végezhessen. Rövid szünet után megkezdte a felkészülését az új idényre a Csíkszeredai Sportklub jégkorong csapata. A keretet egyelőre Hozó Levente másodedző irányítja, az edzéseken pedig csak a hazai játékosok vesznek részt, akik focizással hangolnak a későbbi keményebb alapozásra. A tavalyiak közül csak a Brassóba igazolt Molnár Zsombor hiányzik a keretből. Első versenyükre készülnek a marosvásárhelyi Torpi szinkronúszó szakosztályának fiatal sportolói. Romániában ez az egyetlen klub, amelyben ezzel a sportággal foglalkoznak. Mintegy másfél éve kezdett szinkronúszás oktatással foglalkozni a marosvásárhelyi Torpi sportklub keretében Hegedűs Krisztina. Ez az első próbálkozás az országban az olimpiai szakág meghonosítására. Ez egyébként az oktató célja is, aki úgy véli, jó úton járnak annak érdekében, hogy hivatalosan is elismerjék a sportágat. Belföldi versenyekről ilyen körülmények között természetesen szó sem lehet. Eddig házi bemutatókat rendeztek, ám most az első igazi versenyre készülnek a lányok. A magyarországi Monoron a 16. Delfin kupán indulnak, ahová 560 szinkronúszót várnak az Egyesült Államoktól Izraelig, a világ számos országából. Részt veszünk életünk első versenyén, úgy a lányok, mint én is. Erre készülünk most már egy jó ideje. Nagy az izgalom, mert ugye nem tudjuk, hogy én még láttam kívülről versenyt, lányok csak tévében. Viszont van a versenyzésnek egy olyan oldal, amit a tévé soha nem mutat, a kötelező rövid programok, amely kicsi unalmas lenne közvetíteni, ha erre készülünk ezerrel. A versenyt kifejezetten kezdőknek írták ki, azok nevezhetnek, akik december előtt még soha nem versenyeztek, így a népes nemzetközi mezőnyben is tulajdonképpen mindenki ugyanarról a szintről indul, és már csak az edzők és a lányok ügyességén múlik, hogy mire lehetnek képesek. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!